Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... A Triász zenekar! Szevasztok! Jó, hello. Sziasztok! Kálmán Gyuri, Sipos Peti és Jankai Béla. Szevasztok! A Peti azt mondta, hogy külön-külön válaszoljatok a kérdéseimre, hogy ne legyen káosz. Ez egy ilyen utópia, tehát hogy ez ilyen lehetetlen. Az az új zenekar, a Káosz. Káosz trió. De van egy ilyen, hogy Káosz központ. Hogy igen? Lenne? Igen. Áronik. Úgyhogy az már le van védve. De hogy általában káosz szokott lenni, amikor hát ti bárhol megjelentek, ott tud lenni káosz. Tud lenni káosz. Már nem szokott káosz lenni, Szóval én a Mirigyből kiindulva mondtam ezt, mert ott aztán tényleg egyszerre 80 próbálunk válaszolni. Akkor de te ott is énekelsz tényleg? Igen. Hát nem, ott csak ott vagyok. Sőt, most állítólag megkeresték az Abaházi RT-től is, hogy frontember. Ez jó, hogy mondod, mi? Jó ötlet. Jó, hogy szólsz. Jó ötlet. Végre egy énekes ötlet. Na, azért látunk titeket vendégül ma, mert hát ugye a hallgatók ezt tudják, hogy már jártatok itt, már beszélgettünk, meg már zenéltetek, de hát mégiscsak nőnap van, és arra gondoltunk itt az Abaházi Presszó stábja, hogy legyen egy nőnapi dalcsokor. De azt ne innen a gépből, meg ne CD-ről, meg ne úgy adjuk át, hogy mi azt összefűzzük, hanem jöjjön egy zenekar, akit szeretnek, nem csak a hölgyek, és játsszák el élőben. Mert én azt tapasztaltam, és erre most tényleg külön-külön válaszoljatok, hogy ez miért van, hogy a Triász koncertre nagyon szeretnek járni a hölgyek. Hát rátok nézek, nem értem. Na, pedig ezt akartam mondani, hogy néz ránk. Néz rám, tizedes. Hogy értétek el, hogy a rajongóitok jelentős része hölgy? Béla? Hát ebből az aspektusból én még nem próbáltam meg átgondolni a dolgot. Ja, még nem néztél fel soha az zongorából? Kik állnak ott az első sorokban? Én annyira figyelek erre a két emberre, úgyhogy én csak pasikat látok, ezt a kettőt általában. Azt is hátulról ráadásul. De jó neked. Borzalmas. Viszont tényleg én nem látok le a közönségig, tehát ez általában. De szoktam látni az ilyen statisztikai megjelenésekbe, hogy tényleg egy kicsit túlteng a hölgyrajongók köre, hát ez nem baj, ez örüljünk neki. Ez azért jó, mert régen például az első emeletnél mi azért jártunk emelet koncertre, mert csak csajok voltak, és hát ha valami lepattanó nekünk is jut belőle, úgyhogy fiúk is járnak Triász koncertre, hát ha jut nekik valami lepattanó. De miért vannak ott a hölgyek ilyen nagy számban? Azért, mert majd jönnek a pasik a lepattanóra? Vagy a Gyuri szépsége miatt? Persze, így van, persze. Gyuriba szerelmes az össze. Igen, igen. De az igazság, hogy egyszer a Bélának volt egy olyan elszólása, hogy azt mondja, hogy te töki, miért van az, hogy mikor mi a prognózis annak idén? Bárhova néztünk, 18-20 évesek lányok jártak koncertek. Mondom a Bélának, te figyelj Béla, ugyanazok járnak, csak eltett 30-40 év. Tehát a Béla, tehát a Béla miatt járnak. Tehát de ezzel Béla azt akartam 18-20 mondani. Éves még mindig. Hát igen, de ezt a hátamat kérdez meg néha, tudod esteként. De amúgy abszolút. Hát ott még... látják rajtunk, hogy imádjuk őket szerintem, és azt gondolom, hogy sokan azért lettek rockzenészek, hogy végre becsajozzanak, és elveszítsék a szüzességüket. Nekem 42 éves koromban sikerült például, tehát azért is kezdtem ezzel élni, és akkor jött össze az első Numera király. Aha. De 42 évesen még azért nem lettél rockzenés, csak úgy... Hát csak úgy... Csak még most dolgozik a színpadra. Rajta, akkor kezdett el dobolni. Na, és én azt gondoltam, hogy legyen egy olyan dalcsokor, amelyben olyan romantikus dalok hangzanak el, amit általában a hölgyek szeretnek. Nyilván ezt így meg lehet simán különböztetni. Én azt gondolom, hogy van a hölgyeknek szóló romantikus dal, a férfiak egy kicsit mindig keményebb zenét szeretnek, ha mondjuk nem is a rockzenét, de a populárisabb zenék közül is általában az ilyen pörgősebbeket. De most nőnap van, tehát nem a férfiaknak, nem a zoltánoknak akarunk kedvezni, bár nekik is nagyon sok boldogságot kívánunk, hanem nőnapi dalcsokorral jöttetek ide. Hát igenis, meg nem is, azért olyan dalokat is hoztunk, ami igazán pörgősek, de például a csajokról szólnak, vagy csajokhoz szólnak. Azért nem lesz ez egy ilyen nagyon nyálas este, hiszen azért elég rockos dalokat is válogattunk, természetesen lesznek kicsit lírai nóták is, de mindenfélét hoztunk, hogy ne csak olyat, mint amikor legutóbb itt voltunk, hogy 100 zongorával, hanem egy pár rockos dalt is.
és most zenekari kísérlet is lesz jó néhány dalban, de ez nem jelenti azt, hogy a Triász hozott egy nagy zenekart, ugyanúgy hárman vagytok, de hogy ennek mi a technikai háttere, meg egyáltalán most miért így szólnak ezek a dalok, ezt majd nem sokára el fogjuk mesélni, viszont legyen most az, hogy szólaljon meg az első dal, jó? Ráadásul vagyunk olyan jó fejek, hogy a Retro Rádió Facebook oldalán be is kapcsoljuk a kamerákat, úgyhogy nem csak a rádióban lehet hallgatni mindazt, ami történik, hanem a Retro Rádió Facebook oldalán nézni is lehet. Kikapcsolom azokat a mikrofonokat, csak nyugodtan nyomjátok el, hiszen ezt a hallgatóink már tudják, hogy ilyenkor, amikor élő produkció is van, akkor nem abban a mikrofonban szólalnak meg az énekhangok, mint amiben a beszédhangok. Egy teljesen másik keverőről megy ilyenkor, hogy szépen szóljon, úgy, mint egy koncerten. Vendégem tehát a Triász, és egy 100 Folk Celsius klasszikussal kezdtek, ez a Lányok szívében lakom, és aztán rövidesen folytatjuk a beszélgetést itt a Retro Rádióban, az Abaházi Pesszóban. Tietek a színpad, parancsolja. A Triász zenekar egy nőnapi dalcsukorral készült. Szevasztok ismét. Hello. Már egyből rá szeretnék menni arra, hogy nagyon sok komment érkezik, és van kérdés is, bár Ádám valószínűleg pont fordított sorrendben látta a fiatalokat itt a stúdióban, akarom mondani a presszóban, mint ahogy én azt mondtam, mert azt írja, hogy a Jankai Bélának le van kötve a fél szeme, hogy mi történt vele. Ő a Kálmán Gyuri, akinek a Jumur Jackot játszik. Mi történt a szemeddel? Most már áruljuk el, mert hát nyilván ez a kérdés, ez nem véletlen. Az igazság, most csináltattam olyan szép szempillákat, és féltem, hogy itt most mindenki is. Mondd el az igazat, mert sokan kérdezik. Igen, az van, hogy nem átalakító műtétet kezdtem el. Vannak ilyen emberek, akik felraknak magukról egy képet mondjuk a közösségi oldalra, hogy nem tudom, be van kötve a szemük, és nem írnak mellé semmit, és akkor kérdezik, hogy mi történt, akkor sem írnak semmit. Én ezért nem raktam fel a közösségi oldalra. Aha, de most megjelentél a mi közösségi oldalunkon, és joggal kérdezik a rajongók. Féltenek ugyanis, hogy most tényleg a farsang hibára készülsz, és te vagy Jumur Jack, vagy történt valami a szemeddel. Igen, október végén volt egy műtétem, ami láthatólag elég jól sikerült.
Júniusban lesz majd a következő, és hát addig ezt így hordom, hogy most rendeltem még 10 szemkötőt, és holnap megyek érte. Az a jó, hogy a strandon is tudja hordani, mert olyan kicsi az a szemkötő, pont jó előre is, abba megy a strandra. De az a jó, hogyha leveszük a szemkötőt, akkor neki megy vidig a mikrofonálványnak, mert akkor kettőt lát, tudod? Viszont fél gázsit szokott kapni, mert abból is kettőt lát. Tehát ez olyan, mint amikor gyerekkorban leragasztották az egyik szemét a gyereknek, hogy korrigálja így a van. Szemét tulajdonképpen, vagy hogy ne legyen kettős látása. Te csak így kettős van, látásod igen, ellen igen. Védekezel ezzel, azóta hogy csak egy szemmel nézel. Azóta a műtét óta ikrekkel vagyok. A manőna. Akkor most ezt ti mondjátok meg, hogy a Gyuri mindig mindenből viccet csinál? Nem, vagy nem. Hát most is komolyan beszélt. Ja, értem. Igen. De ez tényleg így van, hál' Istennek a műtétnek. Úgy néz ki, hogy az orvos az szerintem előző nap nagyot bulizhatott, és így sikerült. De vissza kell neki menni. Na igen, ez mondjuk egy jó kérdés, hogy eleve erre készültetek, hogy ez lesz majd egy fél évig a műtét után ilyen szemkötővel, vagy ez most valamiféle ilyen... Nem, az az igazság, hogy nem olvastam így el, sikerült. Hogy milyen műtét lesz. Ja, mert nem volt jó a szemed, azért hát, nem tudtad elolvasni. De jó volt, mondjuk ennyire nem. Még. Tehát nem tudtam igazából, hogy ez ilyen nagy műtét lesz, de hát így alakult, úgyhogy... És akkor most így ezzel az egy szemmel gondolom nem vezethetsz, hát így nem lehet. Hát amúgy sem vezettem. A Gyuri az az ember, aki tudod, ilyen hirtelen harag, és neki van jogosítvány a 17 éves kora óta. És lejárt 12 éve, azt igen, hiszem. De azért nem vezet, mert hogyha vezetne, akkor már rég elütött volna 100 embert direkt. Igen, volna rá. Úgyhogy ez megelőzendő, eldobtuk a jogsiját, és szétvágtuk ollóval. És akkor csak repülőt vezetetek. Mindig jönnek, értette, vagy az az ember, aki... Nem, én megyek. Megmutassam BKV billetet. Hát ezt akartam kérdezni, vannak olyan énekesek, akik azt mondják, hogy ki a ház előtt szállok ki, amikor megjövök, meg ott is szállok, ja, amikor indul. Fiúk, akkor következő reklám alatt megbeszéljük. Igaza van, parkolással nincs problémája, meg hát szeret kortyolgatni, nem kell sofőrszolgálatot hívni. Hát te erről tudnál beszélni. Hát én tudnék. Mesélni. Csak olyan komolyan nem tudok beszélni. Mert én hallottam, hogy néha panaszkodsz, hogy nem fizet jól a poprock szakma, de hát jól fizet, csak sofőrszolgálatra költöd. Jaj, hát most úgy állítotok be engem itt, mint valami mulatos sztártér. Nem. Nem, de ezt már így meg most, amit kitöltöttem. Sifi nem iszik, de sokat használja a sofőrszolgálat. Igen. Csak hogy a látszat meglegyen. Igen. Szóval... Oké. Okay. Jó, akkor ezt a Gyurinak a szemét... Szerintem még beszélgethetünk róla. Nem, inkább nem. Nem. De ugye, és a koncerteken is így vagy értelmeszerűen. Természetesen. És ott sem zavar éneklés közben, nem gúvod ki a szemet. Nem. Oké. Okay. Most már visszanyomták, úgyhogy most már idáig gúvod ki. Na, azt mondtuk, hogy be fogunk arról számolni, hogy miért szól most a triász dalok egy jelentős része másképp, mint ahogy mondjuk legutóbb, ezt a Sipi is mondta, legutóbb egy zongorával, meg két énekkel. Általában nagyon sokáig így hallgattuk a triász koncerteken, de aztán egy idő után volt zenekaros koncert, és ha jól tudom, most is egy zenekaros koncertre készültök. De hogyha benne van minden a te kis billentyűdbe, akkor minek a zenekar? Fölösleges kiadás. Mert azért az mégiscsak egy zenekar, tehát azért azt nem lehet pótolni. Nem, mi azt a kis csalást követjük el, és megmondom őszintén, hogy ez javarészt miattam is van, mert amikor ugye én nekem egyedül kell egy vázi egy egész zenekart 100 zongorával. Ugye ez egy speciális igen. Zongora stílus, ami hát nem mondom, hogy nem fárasztó, tehát lehet bírni sokáig, de lehet, hogy egy 3-4 dal után azért nem azt mondom, hogy unalmas lesz, mert azért azt nem mondom. Hát ha te billentyűzöl, akkor nem lehet unalmas. De tényleg az izgalmas, Én is egy kicsit pihenjek, és akkor azt a csalást követtük el, hogy ugye azokat a dalokat, amiket annak idején lemezre fölvettük, és ugye majd most is megyünk a stúdióba, azokat úgy kevertük újra, hogy ki vettük belőle, kikapcsoltuk a zongorát, meg a billentyűket, és én azokat élőben játszom rá. És gyakorlatilag a dobba, basszusgitár, meg néha ugye egy gitársáv is megszólal, és hogy egy kicsit változatos legyen a mi kis élő koncertünk, akkor mindig ezt egy-egy dalt ugye elindítunk így zenekarilag. Mármint, hogy ilyen zenekar szimulál, ez úgy hívjuk, ez a japán zenekar, tudod. Igen. De ez, nem ezt hívják fél playbacknek. Nem. Hát figyelj, a félplaybacknek... Ez negyed playback, igen. Mert csak hálni jár belé. Béli Barna úgy fogalmaz, hogy fél élő. Azt a Barna mondta, igen. Egyébként most ugye jövő héten játszunk a Barbanegrába, és hát ott vagy szeretnénk bebizonyítani, hogy így szólalnak meg igazi rockzenekarral ezek a dalok. És de ott akkor nem a Béla billentyűjében fognak jönni. Nem, akkor minden élő. Ugye a két kis Janka... Béla el sem megy.
Két kis Jankai lesz a ritmus szekció, Jankai Valentina Leander Killsből, és Sebastian a basszusgitárnál, Szűcs Anu gitározik, Schneider Szilveszter perkázik, és lesz egy sztárvendégünk is, aki általában... Nem érek rá, ne haragudjatok. Általában azért voltál. Áruld el te akkor, hogy akkor kire gondoltad. De nem lehet nevet mondani Pataki Attila. Azt nem lehet kimondani. Most már kimondtad mindegy. És egy nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, hogy elvállaltam, és együtt fogunk muzsikálni jó néhány dalt. Így a mai műsorba is bekerül egy dal? Ma nem terveztük pont azért, hogy legyen meglepetés majd a jövő héten, úgyhogy inkább olyan dalokat válogattunk, ami a hölgyekhez szól egy kicsit, kicsit a szerelemről, kicsit az elhagyásról, kicsit az összejövésről. Az a triásznak az egyik erőssége, sok más egyéb mellett, hogy ti elő tudtok venni olyan dalokat, amelyek legalább annyira jók, mint mondjuk a slágerek, csak ezeket nem ismerte meg a nagy közönség. Hát így az elveszett dalok, stb. És most hoztok egy olyan dalt, amit még én sem ismerek, pedig én azt gondolom magamról, hogy én aztán tényleg ismerem a magyar könnyűzenét A-tól Z-ig, de hoztok egy Éliás Junior dalt, ami általatok lesz lehet, hogy nagyobb sláger. Hát ezt a dalt egyébként Junior a dal című műsorhoz, akkor még Eurovíziós Dalfesztivál odaírta, és én ezt hallottam valahol, és ajánlottam a fiúknak, hogy ezt meg kéne csinálni, kicsit rokkosítsuk fel, kicsit dolgozzunk vele, de azt gondolom, annyira jó a dallam vezetése, és tényleg egy jó szöveg, pont ilyen szívhez szóló, mi lenne megcsinálnak, és tetszett a fiúknak, csináltunk egy ilyen rokkosabb dobot, gitárt hozzá, és ez lett belőle, hát hallgassátok, szeretettel küldjük a csajoknak. Mind halálig várni rád, ez a címe, a Triász zenél, itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban, aztán nem sokára folytatjuk a beszélgetést.
a Triász zenekar, akik voltak olyan jó fejek, és a nagy koncert előtt, ami jövő héten 18-án? Március 18-án? Ja. Aha, igen, szép nap. Az a nagyfiamnak a születésnapja. Hát Isten értesse. Sándor nap ráadásul. Na, hát akkor adok már Benedek, ott hozzák a jó időt, az nagyon jó, az de, a, már nagyon várjuk. Ez a buli még bent lesz, mert ugye a igen. hely, ahol játszatok, Barbanegra, ott két színpad van, egy kinti nagy, igen. ha nagyon sajnos sokan lennének. Pedig... Voltunk már a nagyon is, és leszünk is, hogyha igen. ez ilyen célzás, ez jó volt. De teltházunk van. De zárva volt a hely meg akkor, nem? Szóval nagyon úgy néz ki, hogy már teltházunk van, talán egy pár jegy van még hátra. Miért van valami jó előzenekaratok? Igen. Lesz egyébként előzenekar, és mi a 9:30 magasságában kezdjük a koncertet. Szívom itt a véreteket. Tudjuk. Nyugodtan. Egyrészt hozzászoktatok. Lehet. Másrészt meg tudjátok, hogy kedvellek titeket. És a Gyuri pont most mondja, hogy amikor legutóbb itt voltatok, akkor volt negatív komment. Soha senki nem kapott még ebben a műsorban negatív kommentet, de tényleg. Nem, mert nem szoktam irogatni. Mert mindenkit szeretnek. Valahogy a Triász kiváltotta ezt a hallgatókból. De azért, mert te szerettél volna mindenképpen. Persze, de most. De az neked miért jó egyébként? Én írtam. Nem tudom, az jó esik a... Abból lehet tanulni. Egyébként abból lehet tanulni. Szóval bántja az embert valahol a negatív komment, de azért lehet belőle tanulni, ha igazságos, és azt mondja, hogy a 8. ütembe a Béla mellé nyújt, hát akkor hát az biztos, hogy így is volt. De az nem igazságos, mert a 6. ütembe is volt. Érted, ők egy hangot elénekelnek, hogy lóóóó, ez na alatt én lefogok 44 hangot. Érted? Pedig csak 3-at kéne. Ez én akkor is 44-et fogok, és Béla, 50 Béla, ilyen jó hűetűs kéne, mint pedig a szegények heves, havasi Balázsa. Heves, atya, úristen, mi lesz náratok egy turnébuszban, mondjuk az a jó, hogy ezzel a formációval. Odafelé, emlékszünk, visszafelé nem. Nem kell turnébusz, elég egy személyautó. Nem, a busszal megyünk, mindenkinek jut egy sor. Tehát saját, nem kell egymás mellett ülni, érted? Nem is beszélgettek? Tehát azért beszéltek most nem, egyszerre, mert ilyenkor már találkoztok. Odafelé már annyira összeveszünk, hogy visszafelé nem akarunk egymással beszélgetni. Nehéz lesz komoly mondatokat kihúzni a zenekarból, hogy mikor mond igazat a csapat, és mikor nem, ezt majd a hallgatóknak kell megfejteni. Mindig igazat mond. De nincs soha olyan, hogy valamiben nem értetek egyet. Mindig nem értünk. Micsoda, hogy gyilkoljuk egymást. Figyelj, például a Béla nem akart ide bejön. A Sipi azt mondta, hogy jöjjön be, én azt mondtam, hogy meccs van, de feláldozom, és jöjjünk be. Tehát ennyire nem. Úgy, akkor megálltunk, és egy kalapáccsal kergettem őket a sötét. Meg a Rudánnal. Drága hallgatók, tehát itt most persze mindenki mondja, hogy sok hangot kell fogni, emlékezni kell a dallamra, az ütemre, a szövegre, de műsorvezetőnek lenni három ilyen ember mellett. Mindjárt megszólalni, kideríteni, hogy mikor mondtok igazat, és mikor nem. Na, az az igazi ember próbáló feladat. Egyébként, amin sokat szoktunk vitatkozni, melyik dalok kerüljenek be, akár a koncertműsorba, akár a lemezre, hiszen mindenkinek vannak kedvencei, szívügyei, és például a Gyuri ismer 3-4 nótát a világon összesen, a Béla viszont 3-4 milliót, és van 400 aranylemez a falán, hogy dolgozott gyakorlatilag mindenkivel, és nekem is van egy dallamos rock felé hajló vonalam, úgyhogy nagyon nehezen választjuk ki azt a 15-20. Van olyan dal, amit annak idején én csináltam, majd megcsináltam a Voga Turnoszki a paródiába, és most feldolgoztuk 30 év múlva a Triászra. Rockkal, igen. Szóval... De csak olyan dalokat dolgozol fel, amihez között van, nem, hogy jöjjön nem, jobb azért díj. Nem, azért nem, de hát nem, ez nem lehet így tudni. 200 valány lemezt csináltam, el tudod kézzel szoroz, meg 12 dallal. Az még na és akkor ki dönt? Ki az utolsó? Hát ez a kétharmados többséggel döntünk. Hát igazából nehéz eldönteni, de azért azt vettük észre, hogy az, ami mindenkinek tetszik, azok maradnak. Tényleg azért írunk fel többet, 20-22 dalt lerakunk így az asztalra, mindenki hallgatja. Sőt, valahogy megpróbáljuk, hogy szól, és volt olyan... Oké, legyünk őszinték. 3 éve csináljuk az 5-ös lemezt, és már olyan 50 dalnál tartunk. De ja, tehát most arról beszélünk, hogy mi kerüljön egy következő lemezre. Igen, és akkor és az, hogy egy koncerten mi szóljon. Hát azt azért látjuk a reakciókból, hogy a közönség miket szeret, melyek a kedvencek. Hát meg azért a zenekarhoz is jó kell, hogy álljon egy dal. Tehát hogy a zenekarnak is a magáévá kell tenni ilyenkor. Van olyan dal, ami koncerten nem működik. Tehát ez tény, ez van. De hát ezt gondolom minden zenekarnak van. Legalábbis az én összes zenekaromnak volt ilyen. Na de tessék, itt van ma, el fogtok játszani mondjuk 7 dalt igen, összesen. Igen. Tehát nem kell megijedni, nem lesz 24 dal. Ezt a hetet, ezt most ki írta össze? Ki mondta azt, hogy ezt a hetet játsszuk? Hát végül is én elküldtem egy
9 dalt, amiből 3 benne maradt. A Béla hozzá, de igaza volt, hogy a múltkor már játszottuk azokból egy párat, és igaza volt, hogy kicsit pörgősebbre vegyük, és mégis akkor próbáltunk a nőknek, a hölgyeknek kedvezni azokat, hogy olyan dalokat választunk, amiről a hölgyekről, a lányokról, az angyalokról szólnak. Például lesznek ilyen angyalos dalok, vagy az, hogy mint halálig várni rád, és a lányok szívében lakom, ugye? Vagy például... Igen, az volt is. Az Gyuri, volt te mit tettél hozzá mindehez? Én hoztam el a tableten, hogy tudjuk, hogy sorrendben melyik dalokat fogjuk elénekelni. Gyuri, teljesen alkalmatlan egyébként mindenre ilyen, viszont zseniálisan énekel. Igen, úgy tűnik. Igen. Ne cseréljünk fülest. Cseréljünk zenekar, Csabi. Én imádom, ahogy énekel, imádom. Jó, le tudom halkítani, az a jó. Na, legyen, ha már az angyalok szóba kerültek, akkor jöjjön az Azok a fiúk klasszikusa, amit én nagyon szeretek eredetiben is, de már hallottam tőletek, ti is jól toljátok. Ez az Angyalok a földre vágynak, és most megint bekapcsoljuk a kamerákat. Okay. A Retro Facebook oldalán megint meg lehet nézni, hogy milyen nagyszerűen zenélnek élőben itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban a Triász tagjai. Ha készen álltok, akkor tietek a színpad, parancsoljatok! Kedves kolléganőnek egy virágra hagy kedveskedni nőn a parkalmából. Csak egy perc az élet, vadul összeéget, átrohan rajtunk, mint majd véget ér. Születünk a tűzből, hogy éljünk, szerelem nevétől elégünk, mert tűz vagyunk, a lány körbe jár, míg ég a lány. A tűz az élet, s a bűn, hogy éhet, az angyalok a földre vágynak, mert amióta ránk vigyáznak, szerelemről álmodik az ég. Hát ne akarja mennyben járni, mert ugyanúgy fogsz visszavágni, ahogyan most vágysz az ég felé. The faith, keep the faith, Lord, we gotta keep the faith. Csak egy perc az élet, de te még nem érted, nem elég ahhoz csupán a fény, hogy célhoz ér. A tűz a sorsod, szeress, vezetlek téged, köves, hogy a tűzzel élj. Az angyalok a földre vágynak, mert amióta ránk vigyáznak, szerelemről álmodik az ég. Hát ne akarja mennyben járni, mert ugyanúgy fogsz visszavágni, ahogyan most vágy az ég felé. Az angyalok a földre vágynak, mert amióta ránk vigyáznak, szerelemről álmodik az ég. Hát ne akarja mennyben járni, mert ugyanúgy fogsz visszavágni, ahogyan most vágy az ég felé. It's my life, 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 life. Jankai Béla, Sipos Peti, Kálmán Gyuri, vagyis a Triász zenekar.
és ugye készültök egy jövő heti nagy bulira. Ez most nagy buli, tehát erre mondjátok ti azt, hogy, hogy ez a triász nagy bulia, mert elég sokat játszotok, én azt látom, hogy már amikor lehet, de most már hál' Istennek megint lehet. De mi különbözteti meg a nagy bulit egy átlagos hétvégi triász koncerttől? Ez most az, hogy ott lesz a zenekar? Igen, hát meg a hely. Aha. Tehát ő nagy zenekar. Egy évben általában ilyen 4-5 nagy zenekaros koncertet szoktunk csinálni, hát szeretnénk sokkal többet, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de valóban most gyakorlatilag a karácsonyi nagy bulink óta erre készülünk. Tehát az, hogy mi ugye hétvégén elmegyünk hárman és megcsináljuk a szokásos triász bulit, arra gyakorlatilag már nem kell készülni, csak ez a Bélának. Igazából. Ez ugye annyiban különbözik, és ez egy nagyon fontos paraméter, hogy itt klasszikus koncert van, tehát a zenekar játszik a színpadon, a közönség pedig belépőjegyet vásárol. Tehát az mindig egy más buli, mint mondjuk, amikor egy falunap van, vagy egy tehát hogy olyan, ahol oda jön a közönség, aztán vagy olyan zenekar jön, ami tetszik neki, vagy olyan, ami nem tetszik neki. Rosszabb eset. Azt én nem tudom, tudjátok-e, de a szakmabeliek azért sokszor fejtegetik a más zenekarnak, előadónak a sikerének a titkát. A triász sikerének. Tudod, mit beszélnek rólad a szakmában? Semmit. Az égvilágon semmit. De a triász sikerének a titkát is mi sokszor fejtegetjük, hogy miben rejlik. Azon túl, hogy persze nagyszerű zenészek, nagyszerű énekesek. Köszönjük szépen, ezt le tudnád írni? Igen. De hogy én azt gondolom, de majd cáfoljatok meg, vagy írjátok alá mindazt, amit mondok, hogy az, ahogy ti el tudtok menni egy hétvégén, bárhova, akár egy könyvtárba is, akár egy kis kocsmába, akár egy presszóba, és ki tudtok állni, és bármilyen nagy létszámú, kis létszámú közönségnek is ugyanazt a minőséget tudjátok adni, és nem zavaróan hangosan. Tehát az a korosztály, akik mi vagyunk, azok nem feltétlenül vágynak minden hétvégén arra, hogy 1000 watttal szétzúzzák a fülét. De ezeket a dalokat viszont szeretjük. És én azt gondolom, hogy ebben rejlik a triász igazi ereje, hogy egy ilyen kellemes környezetben, kellemes hangulatban tudjuk a kedvenc dalainkat meghallgatni, nagyszerű zongorázás és jó éneklés mellett. Abszolút, sőt, hát most már azért van egy olyan 50-60 dal a repertoárunkban, tehát bármikor tudunk sorrendet, műsort változtatni. Így voltunk például pár éve, játszottunk a Halhatatlan Sportolók Bálján több ízben is, és ott nagyon halkan kellettem játszani. A Gellért Hotelben voltunk ilyen díszvendégek, hát az ország leghíresebb sportolói között. Csak nem bírják a hangerőt? Vagy? Hát ők idős sportolók, és ja, mindig választanak egy fiatal, például Keleti Ági néni akkor volt 100 éves, ugye? Vagy 99, és akkor... Hát azt akkor értem. És ott gyakorlatilag ilyen vacsorazenét kellett játszani, de milyent játszottunk, meg hát ilyen dolog, a Charlie-t generálta. Oldisebb volt a dolog. Kicsit idősebb gondolokat. A hangosítás nélkül. Nem, hát egy gyakorlatilag igen, mert le volt gyakorlatilag teljesen tekert. Igen, de nagyon csak tetszett. A színpadi monitorok szóltak. Halkan, de pontosan jó. Aztán érkezett egy pár sportoló, aki beállt énekelni, úgyhogy nem... Hát képzeld, Wikman Tamással, Dunai Antival énekelhettünk együtt, és hát ezek nekünk nagyon nagy élmények voltak, és az, hogy általán ránk gondoltak, és meghívtak minket, meg valahogy valakinek tetszett a mi műsorunk. Na és akkor visszatérve ehhez, hogy amit az előbb fejtegettem, hogy ti tök jók vagytok halkan, és ez egy ilyen kellemes, ehhez képest én azt gondolom, hogy például a jövő heti koncert az nem lesz halk. Tehát az tényleg úgy fog az szólni, mint bármelyik másik rockzenekar koncertje, az a különbség, hogy ti jobban játszotok. Igen. A triásznak minden évben 3 nagy koncertje van. Van ugye így kvázi tavasszal egy zárt, ami egy zárt terű, de álló, tehát áll a közönség, tehát nyilván ott nem lehet mondjuk egy lassú nótát 20 percig játszani, mert összeesnek és elalszanak. Van nyáron ugye az augusztusi nagybuli, ami szabadtér, ami belefér, ezért reméljük, hogy nagyon sokan leszünk idén, és van a, most már mondhatjuk azt, hogy már 6 éve vagy 7 éve csináljuk a karácsonyi koncertet, ami meg színházi, tehát színházi körülmények közt ülős, az egy meghittebb, az egy kicsit ugye karácsonyi. De az is ugyanúgy nagy zenekaros, csak a műsoron változtatunk ezek a nagy koncertek. Hát idén, illetve hát most karácsony, az már tavaly volt, ugye duplánt kellett csinálni, mert olyan gyorsan elkelt az esti előadásra az összes, így hál' Istennek. És a közönség is tudja, hogy ez a 3 buli az, ahol mi mindig más dolgot találunk ki, máshogy állunk föl, máshogy adjuk elő. A Sipi hozza az ő kis ötleteit, amit én próbálok egy kicsit mindig visszahúzni, aztán a Gyuri meg... Én meg komolyabb vagyok sokkal. Igen. Meg elviszük elegánsba, például
két évvel ezelőtt szimfonikus zenekarral is játszottunk, ez egy zárt körű rendezvény volt, de azért egy 400 fős terembe, egy színházterembe, egy nagyon komoly szimfonikus zenekarral játszottunk. Ezeket a dalokat kicsit át, nem kicsit, nagyon áthangszerelve, egy remek karmesterrel, és hát elképesztő élmény volt. Én azt hittem, ezek egy ilyen himi-humi dolgok, mert láttam sok zenekart, már egy szimfonikus, de amikor ott megszólalt, akkor bizony fölállt a szőr a hátunkon. Az egy nagyon nagy dolog. A zenéjetek megint, legyen most egy generál dal. Ez a dal neked szól, továbbra is a nőnapi dalcsokor részeként. A Triász a vendégem itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, és aztán persze majd rövidesen a hírek után folytatjuk majd a beszélgetést a srácokkal. Ha a nyári lomb alól, éjjel tücsök szód alól, egy szelíd lombosság hozzád hajol. Ez a dal neked szól, neked szól. A Triász zenekar, Kálmán Gyuri, Sipos Peti, Jankai Béla. És ugye a Triász zenekart úgy ismertük meg, hogy játszotok, amiről már szó volt korábban is ma, hogy olyan dalokat játszotok, amiket szerettek, amiket a közönség is szeretett, sőt olyanokat is, amiket a közönség meg sem ismert, de az, a lemezek eldugott dalait is elővettétek. Aztán egyszer csak jött egy dal, amiről azt hittük, hogy a tietek. A Válaszok. Félig meddig. Félig meddig a tietek. Igen. Mert hát ráadásul olyan zenészek alkotják a Triászt, akik korábban már alkottak, tehát képesek vagytok dalokat írni. És hát ez a Válaszok majd is mutatja, hogy... majd eljön annak is az ideje. De mikor már? Hát majd
Jogi. Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki ezt így felteszi kérdésként, mert tök jó, hogy játszátok ezeket a dalokat, de hát bennetek nincs ez az igény, hogy játszani sajátot, hogy ezek mellé oda tenni valamit, ami a tietek? Nézd meg, hogy mi most a legsikeresebb nótája például ennek a Dua Lipának, ez egy Elton John feldolgozás, ráadásul be van szemplerezve egy komplett verszak. Azért nagyon sok világsztár úgy lett világsztár, hogy valamilyen jó feldolgozást csinált, és utána jött ki. Például Robbie Williams, emlékezzünk vissza, amikor kivált a Take That-ből, két vagy három feldolgozás nótával lett ismert, és utána csinált zseniális nótákat, mert mögé állt egy jó stáb, és csináltak. Itt nem is erről van szó, hanem az, hogy mi nekünk ez a küldetésünk, én azt gondolom, hogy tényleg megtaláljunk olyan dalokat, amit nem minden nap hallhatsz a rádióban, mert azokat eleget halljuk. Tehát tényleg az, hogy lehetne valami olyasmit, hogy random keres neki a gép ilyen dalokat, úgy, mint például a Spotify például, hogy berakod, és csak össze-vissza jönnek a dalok. Nem pedig mindig ugyanazt, egy nap háromszor, meg szerintem azt gondolom, a P-mobilnak is van más dal a 2 forintos dalon kívül, és sokkal jobbak is. Nem mindig ugyanazt kéne, és pont ez volt a célunk, hogy igenis mi olyat válasszunk, ami nagyon jó dal, de nem minden nap megy, és nem minden nap 10-szer. De, és ettől függetlenül mégiscsak megszületett a válaszok. Tehát ez is egy valamiféle igény volt. Ez is egy feldolgozás, de te írtatok rá szöveget. Igen, ez való igaz, mert hogy magyarul énekeljük, de hát mi egy amerikai zenekarnak a dalát dolgoztuk fel, amiről kiderült, hogy ők egy olasz dal dolgoztak fel, amiről kiderült, hogy egy nagyon régi olasz film zenéjét dolgozták fel, tehát és aztán nem tudom még meddig lehet visszafejteni, mert ez dal olyan, mint a családfája lenne. De hát kiderült, hogy az ős emberek kezdték feldolgoztuk el a feldolgozás feldolgozásának a feldolgozását. Igen, viszont az érdekes, hogy úgy az amerikai, mind az olasz, azt hiszem az Il Divo, vagy melyik volt, igen, a nagyon jó kis ilyen opera énekesek, énekelnek ugye táncdalokat. Viszont nézettségben milyen a legmagasabb. Igen, kis magasabb, mint a világsztároknak. Igen. Pedig a Revolution Saints ugye világsztárok, a Journey-ben dobol, a Whitesnake-ben gitározik, a Bőgős nem tudom, hol játszik, sajnos nem néztem utána, és hát épp ma hallgattam meg tegnap előtt az összes lemezük, olyan nóták vannak rajta, hogy gyakorlatilag bármelyiket érdemes lenne megcsinálni, de ez nekem annyira elsőre beült a fülembe, hogy levittem a fiúknak, hogy hallgassuk ezt meg, és erre kéne írni egy, mert a Kérdések című dalunknak nagyon nagy sikere volt, és akkor beugrott nekem ez a téma, hogy mi lenne, ha csinálnánk pár évvel később rá a Válaszok című dalt. Ekkor még csak ennyi volt az ötlet, hogy Válaszok. És akkor elkezdtük a szöveget összerakni a fiúkkal, és kialakult a gyakorlatilag a történet folytatása. És akkor az fel sem merült, hogy ez egy saját dalra, hanem hogy megvolt az alap. És ha már itt tartunk, az soha nem merült fel, hogy esetleg külföldi dalokat is játszotok? Mert hogy általában magyarul énekeltek. Hát itt főleg a nyelvi nehézségekkel van probléma, de most például lesz ilyen szösszeneteket szoktunk. Tehát van, hogy a We Are The World-ből bejátszunk egy részletet. Bon Jovi-ból. Hát akkor, igen, az angyalok a... Igen, is, most is Stinget is, most készülünk a nagy koncertre. Jó, ilyenkor egy kicsit gondoskodunk, mert azért az a külföldi dal, amiből részletet játszunk, az azért erősen hasonlít a magyar dalra, magyar amit feldolgoztunk. Tehát a külföldiek lenyúlták a magyar, természetesen megmutatjátok a közönségnek, hogy hát a magyarok mennyivel jobbak, hát, mint a külföldiek. Ha észreveszi a közönség. Hát úgy, mint ahogy most például megjelent László már orvos egy ilyen segélynótával, és közben kiderült, hogy Varga Miki ezt már 30 éve korábban megírta, Ács Andrissal az oldalán, úgyhogy hát köszönjük el. És meglepő módon én csináltam. Bajuszos úrnak. Azt is te csináltad. Igen, de ezt a mostanit vagy a 30 évvel ezelőtt? 30 évvel ezelőtt. Ezt mi is feldolgoztuk egyébként, a 2. Triász albumon, ez az Otthonról hazafelé című nóta, imádjuk tőlünk, és a Varga Mikitől többen ismerik, de bízunk benne, hogy ezt is szeretni fogják, ha nem a Mándok énekelben. Téged még soha nem találtak meg. Nem érdekel, bögyönben van a pali, hát nem érdekel. Hát, se dobolni, se énekelni, és ekkora sikereket elérni. Hát. De az a jó, hogy szerintem azt gondolják, hogy te viccelsz. Hát te vagy a vicces sipi. Hát én mindig viccelek. De látnák ilyenkor a sipi arcát, tényleg ökörbe vagy szorulva. Ne, nyugodjál meg. Mehet a válasz. Nyugi. Franciául vagy magyarul kezded? Szeretnéd franciául? Ne, akkor franciául. Ez a francia verzió lesz, oké. Okay. Akkor ezt kevesen hallották, még a klubba szoktuk csak franciául énekelni. A Triász, az Abaházi Presszó vendége itt a Retro Rádióban, ők zenélnek, jön a Válaszok, aztán utána folytatjuk majd a beszélgetést rövidesen. Ilyetek a színpad, parancsoljatok.
Nőnapi dalcsokorral, és most volt ez a Válaszok című dal, az nem létezhet, hogy nem játsszuk el hozzá, vagy nem játszátok el hozzá a kérdéseket. Lehet róla szó. De ez ilyen, így működik? Tehát, hogy nem kell külön próbálni? Hát csak látod, a Gyuri hisztizik, hogy elnyit ott kell fel, ilyenkor már alszom hétközben. Vagy ilyenkor már alszik csóról. Igen, csak ezt a hallgatók nem tudják, de most már elmondtuk. Igen. Hát meg hozzátartozik az is, hogy azért a napokban vagyunk 10 évesek, pont ezért van a nagy koncert jövő héten, hogy 10 éves a Triász. 10 éves a Triász. Bizony, 10 éve, április 14-én volt az első koncertünk 10 évvel ezelőtt. Akkor sejtettétek, hogy ez ilyen hosszú távú lesz, vagy azért, mert mindenkinek meg volt a saját zenekara, ilyen egy-két alkalomra gondoltatok, vagy úgy sejtettétek, hogy ez... Szerintem gyakorlatilag még annyira se. Nem tudtuk, hogy nem hogy tudtuk, lesz. Hogy mi lesz. Én úgy izgultam az első bulin, hogy nem is gondoltam magamról. Eddig addigra már te voltál a... Hát Sipos azért már 20 éve akkor színpadon voltam, de annyira más közegbe kerültem, és akkor volt egy ilyen megfelelési kényszer, azért mégis egy rock közönség, egy új közönség. Azt hittem nekünk akartam. Hát neked nem, mert neked már az első nap megfelel. Az igaz. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt mindannyiunk részéről. Több mint 500 bulin vagyunk túl már. De 10 év alatt a zenekarok jelentős része olyan tagcseréken esik át. Jó, de mi csak hárman vagyunk, úgy állunk. Ismerünk pár háromtagú zenekart, akik 10 év alatt is elég sokat változtak. Igen, egy dolog eszembe jutott, bocsánat, az első klubkoncert, mert akkor leültünk, hogy jaj, de jó, hát mindenkinek van zenekara, és akkor ez milyen jó lesz ilyen fölösleges, ilyen vasárnap, meg csütörtöki napokon egy klubban lemegyünk, eljátsszuk ezeket a dalokat, egy kicsit iszogatunk, beszélgetünk, és jó érezzük magunkat. Aztán egy 2 hónap múlva fönt találtuk magunkat egy 12 méter széles színpadon, 4000 ember, vagy 5000 ember, talán Duna eszi volt, vagy valami. És akkor mondom, ez most, tehát hogy fogja fogadni a közönség, hogy 100 zongora, meg 2 ilyen csóri kiáll énekel, érted? Csóri! És nagyon, hát tényleg azt kell mondani, hogy nagyon nagy siker lett. És azóta többször már helytáltunk ilyen körülmények között. Az egy dolog, hogy helytáltatok, de mindeközben a zenekaraitok nem szűntek meg. Jó, hogy közben... Hát csak minket rúgtak ki. Volt átalakulás itt-ott, de hogy közben azok ugyanúgy működnek, tehát hogy mindenkinek van saját zenekara még a Triászon kívül, ráadásul ugye a Béla meg a Gyuri játszik is együtt. Még nem sokáig. hogy innentől kezdve viszont már azt nehéz egyeztetni, hogy azokat hogy tudjátok a Triászhoz hangolni? Vagy még mindig a saját anyazenekar, hát mondjuk a Petinél azt gondolom, hogy az a legfontosabb, a Mirigy. Persze, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, de ugye az alap megállapodásunk már 10 éve az, hogy a főzenekar az elsődleges, tehát mindenkinek, ugye a Petinek a Mirigy, hát elég nagy csapat, és hát mi is izgatottan várjuk itt a 30 éves nagy jubileumi buliukat, és megyünk majd elsősorban csápolni. Ott voltunk a 25 évesen is, úgyhogy remélem 35 évesen is ott leszünk, majd megvan ilyen öreg asszott vélemberek, tudod, ízé járóbottal, mut fognak ugrálni. Én is ott voltam a Béla 55 című koncerten. És nem tudom már, mit akartam mondani, de biztos, hogy ez olyan fontos. Hát, első nekik a B52, nekem a Mirigy, mi most óriási készülődésben vagyunk, ugye június 11-én egy szabadtéri arénában, a Fradi stadionban játszunk, és hát 30 pluszos lesz a zenekar, minden napunk azzal telik, hogy vagy próbálunk, vagy szöveget írunk, vagy valamilyen ötletelés van, vagy háttérmunkák, akár a kivetítőre, akár jelmez szinten, de mellette meg ugye készülünk, például holnap is, ma is próbáltunk a Barba Negra koncertre, a 10 éves a Triász. Úgyhogy a közönség már megszokta, hogy a Triász bulik csütörtökönként vannak. Nem, most azt hiszem pont péntek. Hát mert márciusban még megengedhetjük magunkat, nincs annyi elfoglaltság, de egyébként általában, hogy tényleg csütörtök, vasárnap, ahogy sikerül. Hát nehéz péntek szombatra lekötni bármit is. Így van. Hát főleg a nyári időszak. Mert hogy a Peti állandóan megy a Mirigyel. Na, akkor legyen ez a kérdések című dal, azt azért mondjuk el, hogy a kérdések volt előbb, tehát azt énekeltétek, vagy azt dolgoztátok fel előbb. Ez kinek a dala? Gyuri úgy néz rá, mint ha ő se tudná választ. Ezt a lemezt 92-ben a Béla csinálta. Pont ezen gondolkoztam, hogy ki csinálta. Vikidál Gyuszinak, igen. Vikidál Gyulának, így van. Hát egy Vikidál dal. Az érdekes, hogy tényleg ez is egy annyira elveszett dal volt, igazából, hogy gyakorlatilag a Sipi se ismerte ezt a dalt, és ha talán egy kicsit magunknak is mondhatjuk azt, hogy most újra erőkerült. Béla megmosolyog. Ez mert ezt is megint ő hang szerelte, ő csinálta. Igen, Szűsnorvidal írta a zenét. És ez egy eleve egy duettnek született, ugye Fekete Zsolt volt a fiatal, és Vikidál Gyula volt az idősebb, és ez arról szólt tényleg, hogy az idősebb
akár szaki, vagy akár rockszaki kioktatja a fiatalt, hogy hogyan kéne élni. Erről szólt egyébként a válaszok is, csak az már tovább gondolt verzió volt, hogy a kérdések. Na és akkor most itt ebben a felállásban, amikor hárman vagytok, hát van itt tényleg egy nagy öreg, most már nem nincs. Idén lesz 60, nem tudom, Béla azzal lehet, csak Béla, és itt vagytok ti ketten, de ti ketten éneklitek. Igen. Hogy osztjátok fel, ki az öreg, ki a fiatal? Ő a szakállas. Tehát a Gyuri... ő a szakállas, de most ő a fiatal. Most én vagyok a Wikidál ugyan, de egyébként talán azért, mert így a hangkarakterek így lettek kiosztva jobban. Na jó, jöjjön. Meg mindig én üvöltök, tudod már, azért remélem fel. Neked az megy. Hát, még. Na tessék, jöjjön a kérdések, a Triász zenél a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban, aztán nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Tessék! Amikor egy-egy percre felselett a holnap, úgy hittem, mindent értek, s nagyon boldog voltam. Igazságosztó bírót játszott el a vágyam. Ilyenkor bűnök között Krisztus módra jártam. De az álom elkopott, én ember vagyok. Mennyi furcsa kérdés tartogat az élet. Én még ifjú vagyok, választ várok tőled. Mondd el, adsz-e majd erőt, ha már nem bírom tovább. Ölelni úgy szeretnék, pont ahogyan régen. Hitessék el velem, hogy érdemes volt élnem. Nem baj, ha hazudják, csak élhessem a vágyam. Érezzem, fontos vagyok, s magam megtaláljam. Ezért mindent feladok, én ember vagyok. Mennyi furcsa kérdés tartogat az élet. Én még ifjú vagyok, azt várok tőled. Mondd el, milyen Isten, vigyázz rád, ha félsz, és adsz-e majd erőt, nem bírom Triász, és kapom az ukázt, hogy miről kell most beszélni. Hát, Gyurikám, hát, majd én tudom. Elakadtam a fülessel. Atya, úr, Isten, egy műszaki zseni. Nem csak a szemem, jobb szem, jobb fül, nem csak a szemem, a fülese álljon. Atya, úr, Isten, majd megigazítjuk, ne törd el, légy szíves, jó? Ne arra, és akkor most forgasd át. Ne úgy, függőlegesen forgasd át, te. Na, amíg erre... Ezt nem látjátok, hál' a jó Isten. Add ide nekem, majd megcsinálom, csak közben beszéljünk, majd utána. Beszéljünk arról, hogy
mindeközben, amikor ti készültök arra, hogy jövő héten megünneplitek azt, hogy 10 éves a triász, a Petinek hihetetlen fontos feladata van, mert legalább egy éve, vagy még régebb óta arra készültök, hogy a Mirigyel bementek a grupamába, és ott megünneplitek, hogy elmúltatok 30 évesek. Ami nem egy ilyen három hónapos készülés, vagy pár nap alatt begyakoroljuk a műsort. Ennél jóval több. Hát gyakorlatilag ez egy több éves készülés, hiszen olyan műsort kell összeállítanunk, amit az elmúlt 30 évben a legsikeresebb dalaink voltak, és a legjobban szerett tőlünk a közönség. És ez egy akkora lépcsőfok, hogy magyar zenekar ebben a stadionban még nem játszott. Volt ugye Depeche Mode, volt a Robbie Williams, és magyar banda még nem. És egy ilyen szerencsés egymásra találásnak köszönhetően létrejött ez a dolog. Olyannyira, hogy két nappal korábban ott játszik az Iron Maiden, és mi az Iron Maiden színpadán fogunk játszani, tehát teljesen más díszletekkel, de azokat a méreteket képzétek el. Tehát gyakorlatilag a pálya teljes szélességében föl lesz építve a színpad, és hát ez be is kell ám mozogni, és 28-szor, hogy hányszor kell átöltözni, pont azon megy most a matek, hogy melyik nótát hova tegyük, egyáltalán be fogunk-e érni, milyen ruhát, hogy annyi időt, 10-15 másodperc, 1 perc van rá, mikkel töltjük ki ezeket a konferanszokat, vagy a kikonferál, a másik tud öltözni. Tehát elég összetett ez a dolog, de ez akkor lesz jó, amikor már tényleg nagyon sokat gyakoroljuk, és ezt mosolyogva tudjuk megcsinálni, hiszen akkor már lesz gördülékeny. Tudtok ugyanakkor a helyen próbálni? Pont azért, hogy ezeket lehet próbáljátok? Lehetetlen ekkora helyen próbálni. Azt szoktuk csinálni, hogy nagyjából lejelöljük a díszleteket, de hát ott ne felejtsük el, hogy egy ekkora színpadon a szemedbe süt egy lámpa, nekimész egy odarakott lámpának, vagy olyanokat szoktunk csinálni, hogy ilyen nagy dobozokat kirakunk, és azt kell kerülgetni. A füstgépen, ugye az én specialitásom. Vagy a technikuson, aki éppen ott szerel valamit. Tehát azért ennek megvan a varázsa, persze rengeteg izgalommal, de ha egy ilyen sikerül, már pedig már egy tizenvalahány alkalommal sikerült ilyen nagy aréna koncertet lebonyolítanunk, azért úgy jön el az ember a színpadra, hogy hát azért ezt nem gondoltam volna 31 évvel ezelőtt. Én sosem fogom tudni ezt felfogni, hogy abban a pillanatban, amikor készülsz most is egy tök nagy bulira, mert ez is egy nagy dolog, ami jövő héten történik a triásszal, vagy készülsz egy másikra, akkor mi játszódik le benned? Tehát, hogy van-e fontossági sorrend? Tehát most azt mondanám Mirigy, hogy gyerekek, meg vagyunk csúszva, le kell mondani a triász bulit, vagy nem tudsz velük foglalkozni, mert velünk kell foglalkozni. Le nem mondanám, a egy bulin szerintem nem múlna, de ha azt mondanák, hogy a jövő héttel csak Mirigy próbálok, akkor azt csinálnám természetesen. Ez nagyon fontos, nem csak a magam szempontjából, itt azért azt is kell nézni, hogy nem véletlenül van együtt ez a zenekar most már 30 éve gyakorlatilag szinte változatlan formában, hiszen egymásra figyelünk, és a tisztelet az nagyon fontos, hogy meg a tolerancia, az elfogadás, és ettől is működik a Mirigy most már 30 éve. Én talán hallgatók is sejtik, meg tudják, hogy nem egy Mirigy koncertem volt, hanem legalább kettő. Nagy bulin is voltál. Igen. Voltál műsorvezető. És én mindig szerettem azt, hogy vannak visszatérő poénok. Tehát én újra meg újra tudok röhögni, akár 30 évvel ezelőtti poénokon. Hát az emberek általában megnéznek régi filmeket is ezért, meg régi ilyen humoreszkeket, meg burleszkeket. Viszont azt gondolom, hogy a Mirigynek az is az egyik erőssége, hogy meg tud újulni. Egy ilyen bulira kell újdonságot vinni? Abszolút, sőt, azt csináljuk, hogy amit eddig játszottunk dalokat, lesznek olyan dalok, amit szinte minden koncerten játszunk, de teljesen új köntöst kap, új vetítést, új poénokat előtte, utána új jelmezeket csináltatunk ilyenkor, és az azért is jó, mert utána 2 évig megint nem kell újat varni, és azt tudjuk vinni magunkkal. Mert most nem nagyon szoktuk csak vasalni. És ez az összes többi feladatodban, ami még van az életben, ez... Tehát mennyire határozza meg az életedet? Jelenleg nagyon. Tehát holnap délelőtt is találkozunk, ilyen kreatív összegyűlések lesznek. Közben a másik vonalon a zenekar 4 tagja pedig ott ül a komputer előtt, és rakják össze az új dalokat, hogy legyen, rövidítettünk. Ugye azt szeretnénk, hogy mindenki találjon benne, de az, hogy minden dalt eljátszunk, az lehetetlen. Viszont azt kitaláltunk ilyen mixeket, hogy játszunk ki, mit tudom én, ilyen poposabb mixet, rockosabbat, és abból 2-3 dalból rakunk össze. Egy verszak, egy refrén, egy verszak. Igen, ám csak óriási rohangálás van ilyenkor, főleg a ezek miatt. Azt tudjuk, hogy a Mirigy 2 részre osztva bejárja Tolnát és Baranyát, de most ilyenkor a nagy buli előtt nem mentek? Nem, kihagyunk elég sokat, és nem mondom, hogy rápihenünk, inkább a próbákkal foglalkozunk. Aha. Abszolút. És ennek az időpontja június? 11. Júni 11. Marina. Jó. Béla ilyenkor valahogy úgy érzi, hogy vége a beszélgetésnek, ebben a beszélgetésben nem sikerült megszólalnia, amit úgy látom, hogy nem bán. Mi bánjuk?
engem kérdeztetek, tényleg a legtöbbet erről én tudok mondani, de hát a többi buliról pedig a fiúk bármit el tudnak mondani. Ja, most Béla visszajön. Még egy füles? Azért jövök vissza, mert az, hogy a Triász ugye 10 éve működik úgy, hogy mellette ugye a Mirigy 30 éve működik. Tehát azért gondolhatod, hogy a két csapat közt azért van egy együttműködés. Igen, csak én azt gondolom, hogy az, ki tudja használni a Triász azt, hogy a Sipi megszerzett valamiféle népszerűséget a Mirigyel. Ugyanakkor ez egy hátrány is lehet, amit már te mondtál, hogy nem tudtok mindig koncertezni, akkor tudtok koncertezni, próbálni, de bármit is csinálunk a Sipi ráért. De tudod, a koncert az mellékes dolog, tehát a koncert, annak mindig örülünk, amikor van. Hát, hogyha egy héten egy koncertünk van, vagy egy hónapban csak kettő, annak is örülünk. Hogyha van, már csak lenne nekünk annak kettő. Is örülünk. De nálunk, tudod, a produkció az első, és ugyanolyan fontos a Mirigy, tehát nincs semmilyen negatív, sőt, hát most próbáljuk még jobban összefűzni a dolgokat, sok közös előadásunk van, például nyáron most is lesz egy csomó közös szervezés. Tehát ahol megy a Mirigy, ott megjelenhet a Triász is. Igen, hát összehozzuk, amit lehet. Arról nem beszél, hogy a Béla kapcsolata révén olyan emberekkel ismerkedtünk meg, amit esetleg be tudunk építeni mi is a showba, akár egy fénytechnikust, egy látványtechnikust, hangmérnököt, tehát ő is adott tanácsokat, hogy megnézve az előző bulit, hogy esetleg ezen lehetne változtatni, és az ember tanul belőle, meghallgatja, visszahallgatja, megnézi, azt mondja, figyelj, végig jó volt, de a 8-asba ezt vagy azt ki kéne találni. Mennyi mindenem múlik, hogy egy buli hogy sikerül? Rengeteg. Hogy érzi magát a zenész a színpadon, és hát ugye ettől függ, hogy érzi magát a közönség a színpad előtt. Na Bélám, akkor most ülj oda, légy szíves a billentyű mögé, bekapcsoljuk meg a kamerákat, és a Retro Rádió Facebook oldalán közvetíteni fogjuk a következő dalt, ami az egyik személyes kedvencem. Én nagyon szerettem, amikor Révész Sándornak a 80-as évek közepén megjelent az első szólólemeze, és erről szól most a Sose repülj az angyalokkal. A Triász zenél itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ha készen álltak, akkor már is mehet. Ezt is a hölgyeknek küldjük, drága angyaloknak. Mikor senki se bánja, hogy elmerülsz, mikor magad is azt hiszed, nem menekülsz. Azon az éjjel szárnyakat ad, és a kérdés elmarad. Megyek veled, mindegy hová, csak az életem nézhetem rá. Kezem fogja, s a szívemig ér, olyan bíztató hangkér. Ne félj, ne félj! Sose repülj az angyalokkal, vigyázz, sose repülj az angyalokkal. Szemed elfedi, angyal kísér, szíved széttöri, szerelmünkért, szágad elveszi, a bukott angyalokért. Hogy nézni is fáj, szívemben szólnak, sok fejembe száll. Nekik talán a lelkem kell, de a testem érik el. Velük végre közel az ég, tudom nélkülük elzuhannék. És ha mégis, hogy ijeszt a még, olyan biztatóan kér. Ne félj, ne félj! Sose repülj az angyalokkal, vigyázz, sose repülj az angyalokkal. Szem elfedi, angyal kísér, szíved széttöri, szerelmünkért, szágot elveszi, a munkat angyalokért. Na menj arrébb, ebből mi lesz? Yeah.
Ajkáknak éről ére érkezik, s rám jár az angyalokkal. Ó, oh, vigyázz! Sose repülj az angyalokkal, vigyázz! Triász! Sose repülj az angyalokkal, szemed elfedi, anyja kis ér, szíved széttöri, szerelmünk kér, szállat elveszi, habunkodsz angyalokért. A Triász zenekar, és most még az jutott eszembe, hogy ti jártatok nagyon sokszor külföldön is, ráadásul eljutottatok Amerikába így, jó, hogy a Mirigy is eljutott Amerikába, amennyire tudom, ti voltatok a Mirigyel is, ugye? Igen. És most az a hír járja, hogy most megint visszahívták a zenekart, a Triászt. Amerikában ekkora nagy közönségetek van? Hát roppant nagy közönségünk van. De ez az ott élő magyarok. Persze, hát mi az ott élő magyaroknak megyünk játszani. Már személyesen népszerint ismerjük az összeset. Hányszor voltatok kint így a Triásszal? Hát már három alkalom volt, úgyhogy igen, vissza-vissza járó lelkek. Ők voltak már a Benkő Laci bácsival is, igen, egy turnét nyomtak. Uh-huh. Csak Kanadában. Illetve együtt voltunk Kanada-Amerika turné, minden egy amerikai turné. Voltunk Svájcba egy a Triásszal, Svédországba, környező országba, mindenhol, de főleg így magyar házakba. Nem kell itt, van, aki nagyokat hazudgál, hogy mekkora közönséget játszott, nem. Egy ilyen 150 és 300 fő közötti, gyakorlatilag hát egy vidéki műfáz. Mármint összesen a turné. Magyar házak. Nem, a legjobb az volt, amit egy elszervezési hiba volt, hogy... Mi nem tudtuk, hogy az Egyesült Államokban egy 4 napos ünnep van hétvége, amikor egy hétfői nap az elnök munkaszüneti napot rendel el, és akkor egész Amerika megbolondul, és péntek reggel vidéki Floridából elmegy Los Angelesbe, a Los Angelesiek elmennek Floridába, ilyen helycserés támadás, nekünk sikerült aznapra szervezni egy bulit, kiraktak 200 széket a terembe. És nem jött senki. Hát... 7 darab fizető nézők volt, az jó buli. Voltunk olyan 20-an, de ilyen is van. De hát ilyen hány, van... Hány ilyen magyar zenekar van, akik Magyarországon is össze tudják hozni ezt a 7 nézőt? Én az, figyelj, nem akarok nevet... Még örülne hétnek! Nem akarok nevet mondani. 90-es évek elején turnéztunk egy nagyon kedves barátunkkal, aki akkor nagyon népszerű volt egy nagy slágernek köszönhetően, mindenki felismerte az utcán. És amikor bementük a kultúrázba, akkor még nem voltak elővételek, tudod, jöttek az emberek, vették egy. És a jegyszedő nénik kirakták a pótszékeket. És ehhez képest ilyen negyedházas bulikat játszottuk, és elhívtuk azt a turnét, elneveztük pótszékes negyedháznak. Úgyhogy persze belefutunk ilyenbe. Azért a Bélát kint Kanadában is felismerték egyből. Igen. Tüzet kértél, vagy mondtad, és azt mondták, hogy... Te nem a Jimmy Billenkő se volt? De hát az előzmény, hogy kimegyek az utcára, egy ártatlan kanadai utca, nem is tudom, Calgary vagy Vancouver, tehát annál messze már csak Alaszka van, és hát rá akartam gyújtani egy cigarettára, és nem volt tüzem, és hát jött ott egy ember. Tudom. Persze, egészségtelen sztori volt, de ez már nagyon rég volt. Már nem dohányzik. És jött egy ember, és mondom, hogy én próbáltam angolul valahogy, tudtam, hogy a fire szót az bele kell ejteni, és a csávó elővette, adott öngyújtót, és csak nem az Ambo Jimmy billentyűset. Azt hiszem, a Gyuri az még el is szaladt a következő falig. Hát ez óriási. Következő ország. Ez lehet szerintem a Triász külföldi sikere, vagy a sikerének a titka, hogy ahol magyarok élnek, ott örülnek ezeknek a magyar daloknak, amiket ti játszatok. De meg nyilván. Nekünk is örülnek, igen. Hát, persze, hát ezek a dalok azért nagyon népszerűek, és azért ha eljátszunk egy Szájfel magasra, vagy tényleg egy-két Edda dalt, vagy ilyesmit, azokat mindenhol vágják és imádják. Tehát tényleg most, ha eljátszunk a Nélküledet, akkor tényleg zokognak a közönség. Ráadásul ki leszünk egészítve, Gál Peti barátunkkal megyünk vissza magunkkal. Amerikában, így van, úgyhogy lesz egy kis hegedű is, úgyhogy... Az jó. Kicsit népies. Népies. A Béla múltjából elővesztek dalokat? Vannak dalok? Prognózis, Jimmy. Vannak dalok, Béla? Szerintem vannak, ja. Hát Jimmy annyira nincs, de hát ezt ki tudja elénekelni. Egy-egy sort beszoktunk tenni egyébként, igen, ilyen vannak. Mixekbe, viccből berakjuk, és a közönség imádja egyébként.
Egy jó asszony mindent megbocsájt. Azért nagy vállalás az, amit ti ketten csináltok. Tudom, hogy a Béla viszi a hátán a zenekart, ő az ongora cipelő, meg rengeteg hangot kell lejátszani. Meg amikor részegek, akkor is. De hogy az, amit ti le kell utánozni, vagy nem is kell leutánozni, hát de hogy elő kell adni azokat az énekeseket, most maradjunk csak Vikidál Gyulánál, akit az előbb is megidéztetek, Rév és Sanyi, Zámbó Jimmy, vagy éppen Charlie. Hát a Charlie-nál nagyobb hangterjedelmű énekes szerintem kevés van Magyarországon, sőt. Hát itt nem az a cél, hogy utánozzuk, csak ezeket a dalokat szeretnénk ismét eljutatni a közönséghez, mert ez, például ezt a dalt már nagyon rég hallottam, amire is utalgatunk így a beszélgetés során. Ez egy régi generál nót, amikor még a Charlie énekelt a generálba, és már akkor már a Charlie énekelt, és ugye arról szól, hogy lehetett volna sok minden. Egyébként ő balettáncosnak tanult, azért elképzeled ebbe a kis szűk feszülős gatyába hatjuk tovább a Charlie. Néha olyan a mozdulata a színpadon. Azt szokta nyomni, de egy zseniális énekes, és egy fantasztikus előadó. Tényleg most is 3 órát úgy énekelt végig az arénába, hogy mindenkinek leesett az álla. Úgyhogy nagyon szeretjük őt, és tavaly előtt ő volt a vendégünk, most Pataki Attila lesz a vendégünk. Ugye jövő héten pénteken, március 18-án a Barba Negrában, tehát Triász nagy koncert, zenekaros nagy koncert, most viszont itt az Abaházi Presszó kis koncertjének utolsó dala jön a Triásztól. Ez a Lehettem Volna, ezzel elbúcsúzunk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sok sikert jövő hétre, viszont a hallgatóknak mondom, hogy én még maradok, évfélig nyomjuk itt a legjobb magyar zenéket, de most a Triásztól búcsúzunk egy Charlie dallal, vagy generál dallal, ez a Lehettem Volna a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Tudod, néha fáradt vagyok, lehúny szemmel arra gondolok, ez a rohanás már olyan hiába való. Tudod, néha észreveszem, mennyi minden hiányzik nekem, pedig azt hihetnéd, hogy csupa fény az életem. Lehettem volna híres színész, mások sorsát élhetném sok filmben. Kaland és játék lenne életem, nem tudom, hogy miért lettem zenész. És nagyon szépen köszönjük a meghívást, kívánom mindenkinek jó egészséget, boldogságot, szerelmet, Isten éltesse a nőket, a gyönyörű nőket, őket. Mi voltunk a Triász, köszönjük Csabinak, Andinak, hogy itt lettünk, és a Retro Rádiónak. Szeretünk mindenkit, várunk a koncerteken, bárhol, a nagyvilágon, bármelyik szegletében. Mi is köszönjük nektek. Lehettem volna, mint annyian, békés, nyugodt, otthon ül ember. Siker. Élhetnék, mint mások boldogan. Tudod, néha álmodozom, mire jó ez, magam sem tudom, amit elért már, érzem, fel nem adhatom. Tudod, néha fáradt vagyok, de ha szólnak a régi dallamok, újra örömöt ad. Figyelj! Ó, az, hogy zenész vagyok, én igen, yeah! Na 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 na. Még mindig zenész vagyok, yeah, yeah, yeah! Na na na. Meg cukrász vagyok. Na 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 na. Gyuri, én meg csak veletek vagyok.
na 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 na. Csabi, én műsorvezető vagyok. Ó, én meg zenész vagyok. Emberek a történetek mögött. Abaházi Presszó. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió. Retro Rádió. Retro Rádió.